alkalmasnak tartotta. Kérem a tisztelt képviselőket, hogy tárgyalják meg a javaslatot és fogadják el. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, a kisebbségi véleményt Pál Tibor képviselő úr ismerteti. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtársaim, az előttünk lévő törvényjavaslat az valójában 10 törvényt módosít, de természetesen az önkormányzati bizottsági ülésen is ennek a közfoglalkoztatási része volt az, ami a legnagyobb vitát kiváltotta. A kisebbségi véleményben megfogalmazódott az álláspont, hogy az, hogy most itt van előttünk ez a törvényjavaslat, az, hogy ismét kell ezzel foglalkozni, az azt mutatja, hogy ami eddig történt az elmúlt egy évben a közfoglalkoztatás területén, az nem járt túl sok eredménnyel. Valójában azért kell újra ebben a kérdésben itt tárgyalnunk és törvényt módosítanunk, mert az, ami az elmúlt időszakban történt, az, hogy kétszer is már módosítani kell ezt a kérdést, ezt a törvényt, ez azt mutatja, hogy nem sikerült ebben jó eredményt elérni. Ezt persze korábban is elmondtuk már itt ellenzéki képviselők a parlament soraiban. Van természetesen sok fenntartásunk a mostanival kapcsolatban is, de lesz egy eleme ennek a törvénynek, ami kétségtelen nagyon pozitív lesz, ez pedig a statisztikáról szól. Ezt ott a bizottság ülésen is jeleztük, önkormányzati képviselőtársaim, polgármesterek nagyon jól értik, hogy itt nem történik majd más, hogy nagyon szép statisztika lesz, hiszen a törvényben is ez a rész van a legjobban kidolgozva. Rengeteg határozatot kell hozniuk az önkormányzatoknak, hogy ki az, akit közmunkába bevesznek, ki az, akit kivesznek, ki az, akinek segélyt adnak, hogy sorolják át. Erre nagyon rövid határidőt ad a törvény, egyébként ennek a végrehajtása is nagyon kérdéses lesz, de ez nagyon szép számokat fog mutatni, persze ennek nem sok köze lesz majd ahhoz, hogy valójában a foglalkoztatottság az hogyan fog változni. Önök rángatnak egy olyan rendszert, ami az elmúlt időszakban kialakult, sok ember számára adott megfelelő munkát, egy visszavezetési lehetőséget a munka világába, ez az állandó rángatás ennek nem tesz jól. A bizottság ülésem világossá vált az is, hogy nem történik más, mint a segélyezési rendszerből 40-42 milliárd forint kivonása történik. Ezt ott az államtitkár úr is elismerte, maga is számokat mondott erre, hogy ez a célja valójában ennek a törvénymódosításnak, hogy a segélyezési rendszerből ezt az összeget kivegyék. Viszont nem kaptunk megalapozott számításokat, vagy tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy ennek az új rendszernek mekkora költsége lesz. Mibe fog ez kerülni? Erre miniszter úr itt a felvezetőjében utalt, és a hozzászólásokban is lehetett hallani, hogy a munkaszervezés, a logisztika, az eszközök biztosítása az igen nagy költséget jelent. Félő, hogy az történik megint, ami egyébként a mostani ideig is volt jellemző, hogy az önkormányzatok számára a 4 órás foglalkoztatás, a 3 hónapon keresztüli 4 órás foglalkoztatás többe kerül, mint hogyha inkább segélyt adnak. Azért kerül többe, mert ahhoz, hogy a munkát megszervezzék, eszközökkel ellássák a dolgozókat, a munkavédelmi eszközöket biztosítsák, felkészítsék a munkára, annak a költsége magasabb, mint amekkora összeget valójában ezért kapnak. Ráadásul 3 havonta kell ezt megtenni az önkormányzatnak. Ellentmondásra felhívtuk a figyelmet a bizottság ülésen, ott nem kaptunk rá választ, remélem, hogy talán itt az általános vitában igen, hogy a 2. paragrafus 5. pontjának A pontja és a 13. paragrafus 3. bekezdésének A pontja az ellentétes egymással, hogy a közfoglalkoztatottat most a munkavállaló létszámba be kell-e számítani, vagy nem, 2 törvényben másképp szabályozza az előterjesztő. Hiányoltuk azt a támogatási szerződést, ami az önkormányzat számára világossá teszi, hogy milyen feladatot, mennyiért kell ellátnia, hogyan juthat hozzá a támogatáshoz, milyen feltételekkel kell biztosítani. Azért hiányoltuk, mert fél évvel ezelőtt, amikor a mostani rendszer elindult, akkor amikor a támogatási szerződést megkaptuk, akkor láttuk igazából az önkormányzatoknál, hogy hát ez nem is olyan szép, ez rengeteg terhet ró az önkormányzatok számára. Van egy fenyegetettség ebben a törvénymódosításban, méghozzá az, hogy az önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy aki közfoglalkoztatásba kerül, a lakását, a lakókörnyezetét azt rendbe kell tartania. A szándék egyébként érthető és világos, de azért érdemes volna erről egy kicsit bővebben is beszélni és szabályozni, hiszen
hogy lesz az mondjuk a városba, hogy bemennek majd akkor az önkormányzat emberei a lakásokba, és ott körbenéznek, hogy kérem, itt most rend van, vagy nincs rend, milyen értékrend alapján történik ez. Pontosan ezt a hiányosságot fogalmazták meg egyébként kormánypárti képviselőtársaim is, hiszen ők is rengeteg ilyen kérdést vetettek fel. A közfoglalkoztatott ellátása, az étkezés biztosítása, hogyan történik, miből lesz? Miért van, hogy csak 4 órás foglalkoztatás után kell ilyet biztosítani? És sok-sok más kérdést is felvetettek, többek közt az, hogy szociális munkásokat kellene erre a kérdésre alkalmazni, és nem pedig a különböző táborokba való munkaellátást kellene biztosítani. Köszönöm elnök, hogy egy mondatot hadd mondjak. Jeleztük a bizottság ülésen, hogy fontosnak tartanánk, hogy ha az önkormányzatok és a kistérségek kapcsolati tőkéjét használnák ki inkább, mint hogy más irányba vinnék a közfoglalkoztatást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt országgyűlés. Most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 20-20 perces időkeretben. Ezek közben 2 perces felszólalásokra nincsen lehetőség. Elsőként megadom a szót Talabér Márta képviselőasszonynak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Magyarország államadóssága 2010-re a GDP-hez viszonyítva 130%-kal nőtt, ezért a Széll Kálmán terv az államadóság csökkentését, a gazdasági és társadalmi élet államadóság újratermelését okozó területeinek racionalizálását, átszervezését tűzte ki célul. Az adósságcsökkentés érdekében felül kell vizsgálni azon állami kiadásokat, amelyek a költségvetés legnagyobb kifizetőhelyei. Ezek a különböző munkanélküliséghez kapcsolódó segélyek és támogatások, valamint a nyugdíjrendszer. A Széll Kálmán terv adósság és munka programpontja alapján az alacsony foglalkoztatási szint, a munka után járó adó- és járulékbevétel kiesés, a kifizetett segélyek, támogatások államháztartásra és az államadósságra gyakorolt negatív hatása miatt meg kell teremteni az aktívkorú, munkaképes, munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók foglalkoztatásának lehetőségét. A munkanélküliek ellátása jelenleg a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély keretében, illetőleg a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény alapján a bérpótló juttatás és a rendszeres szociális segély keretében valósul meg. A munkanélküliek ellátási rendszere azonban a jelenlegi formájában nem tölti be teljes mértékben a funkcióját, ezért szükséges az ehhez kapcsolódó ellátási rendszer, a közfoglalkoztatás, valamint az álláskeresőkhöz kapcsolódó támogatások és szociális juttatások átalakítása. A továbbiakban a T/3500-as számú törvényjavaslatnak a szociális ellátásokat érintő részéről szeretnék beszélni. A szociális és a gyermekjóléti szolgáltatások működésével kapcsolatosan a törvényjavaslat által eszközölt változás nem jelent jelentős strukturális módosulást, de könnyebbé, átláthatóbbá teszi a szolgáltatási rendszer működését. A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások igénybevevőiről vezetendő nyilvántartás hatályos szabályozása jelenleg a jegyző által vezetett nyilvántartás egyes adataira hivatkozik vissza. 2011. január 1-től azonban új rendelkezések léptek hatályba a szociális szolgáltatások nyilvántartási rendszerére vonatkozólag. A törvényjavaslat ezekhez az új szabályokhoz igazodva módosítja a nyilvántartásban rögzítendő adatok körét. Törvényi szinten szükséges annak rögzítése, hogy mely szolgáltatások esetén nem kell adatot felvenni a társadalombiztosítási azonosítási jel alapú nyilvántartásba. Ennek alapján a TALJ alapú nyilvántartásba való adatszolgáltatás kötelezettsége alól is mentesül a családsegítés, abban az esetben, ha külön jogszabályban meghatározott szakmai tevékenység már az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható. Ezen kívül a falugondnoki és a tanyagondnoki szolgáltatás, a népkonyha, a szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása és az utcai szociális munka is mentesülnek ezen kötelezettség alól. Az indokolatlan normatíva kiáramlások és a túlkapacitások szabályozására egy új elemmel egészül ki a szociális szolgáltatások finanszírozási feltételrendszere. A többletfeltétel a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók, intézmények,
valamint új férőhelyek és ellátottak befogadása egy olyan finanszírozási rendszerbe, amelynek célja a ténylegesen felmerülő, valós szükségletekre reagáló szolgáltatás biztosítása és az arányos területi elosztás érvényesítése. Ezen finanszírozási rendszerbe való befogadási eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal dönt a fenntartó kérelméről. A hivatal mérlegeli, hogy az adott szolgáltató, intézmény vagy új férőhely létrehozása, vagy az ellátotti létszám növelése az adott ellátási területen felmerülő igényekre tekintettel valóban indokolta. A befogadási eljárás alól kivételt képeznek a pályázati úton finanszírozott szociális szolgáltatások. Mentesülnek a befogadási kötelezettség alól a hazai és uniós támogatásból létrehozott szolgáltatások is, továbbá az önkormányzati fenntartó is mentesül, ha a szolgáltatás létrehozásával az önkormányzat a feladatellátási kötelezettségének tesz eleget. A pénzügyi hatósági ellenőrzés megkönnyítése és hatékonyabbá tétele érdekében a törvényjavaslat kibővíti a szociális szolgáltatások igénybevételekor kötendő megállapodás tartalmi elemeinek körét, mégpedig az igénybevevő természetes személy személyazonosító adataival. Az előterjesztés megteremti annak jogszabályi lehetőségét, hogyha az ellátott vagy más személy, főleg hozzátartozó, anyagi körülményei megengedik, akkor önként vállalhassa a részére megállapított személyi térítési díjnál magasabb összeg megfizetését, abban az esetben is, ha megfizetni kívánt összeg nem éri el a teljes intézményi térítési díjat. Az utcai szociális munkára vonatkozó változás lényege, hogy az utcai szociális munka a normatív finanszírozási körből, tehát az önkormányzati ellátási körből átkerül az állami finanszírozási körbe. Ennek megfelelően 2012. január 1-től ennek finanszírozása pályázati úton fog megvalósulni. És akkor most áttérnék a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos módosításokra. A törvényjavaslat az eddig csak kísérleti programként működő és a családon belüli vagy hozzátartozók közötti erőszak miatt krízishelyzetbe került bántalmazott családtagokat segítő krízisközpontok férőhelyeit beemeli a gyermekvédelmi törvénynek a családok átmeneti otthonára vonatkozó rendelkezései közé. Egyúttal javasolja, hogy a jövőben a krízisközpontok ellátása pályázati úton történjen. A krízishelyzet megszüntetését komplex, maximum 8 hetes, szükség szerinti teljes körű ellátás biztosíthatja, ami az alapvető fiziológiai szükségletek ellátásának garantálásán túl szakemberek bevonását is lehetővé teszi. Az előterjesztés szintén jogszabályi szintre emeli az úgynevezett félutas kiléptető rendszer szabályozását. Ezen félutas kiléptető rendszer maximum 5 év időtartamra lakhatást biztosít a bántalmazott személyek számára, ami idő alatt ezen emberek az életvezetéshez szükség szerinti segítséget vehetnek igénybe. Bejelentett munkahely, részvétel az úgynevezett előtakarékossági programban, valamint részvétel a társadalmi reintegrációt segítő programban. Ennek a három feltételnek kell megfelelnie annak a bántalmazott személynek, aki a félutas kiléptető rendszer szolgáltatásait kívánja igénybe venni. A félutas házak nem csak rövid távon nyújtanak krízisellátást, hanem hosszú távon is segítséget adnak a bántalmazottnak, hogy vissza tudjon kerülni a társadalomba, és abban a jövőben jól tudjon működni, részt venni. A gyermekjóléti alapellátások közül a családi napközi, a házi gyermekfelügyelet, az alternatív napközbeni ellátás, a helyettes szülő, valamint a gyermekek átmeneti otthona esetében a gyakorlatban a módszertani feladatok ellátása eddig nem mindig működött megfelelően. Ennek értelmében az előterjesztés módosítja a módszertani intézményekre vonatkozó szabályozás annak érdekében, hogy megvalósuljon az egységes, hatékony módszertani irányítás a gyermekjóléti alapellátások területén. Továbbra is regionális hatáskörben tartja a törvényjavaslat a bölcsöde, gyermekotthon vonatkozásában a módszertani feladatok ellátását, míg országos hatáskörben a családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózatok, területi gyermekvédelmi szakszolgálatok módszertani feladatainak ellátását. Bizonyos gyermekjóléti alapellátások tekintetében jelenleg nem működik módszertani intézmény, így például a családi napközi, a házi gyermekfelügyelet, az alternatív napközbeni ellátás,
a helyettes szülő, valamint a gyermekek átmeneti otthona tekintetében. Ezen alapellátások esetében a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet jelöli ki országos hatáskörrel a módszertani feladatok ellátására a módszertani intézményt. Hasonlóan a szociális ellátásokhoz, a gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások vonatkozásában is bevezetésre került egy naprakész, országosan egységes információs bázis, mely a társadalombiztosítási azonosító jelen alapuló nyilvántartás. A törvényjavaslat a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi területen is bevezeti a kapacitásszabályozást, amelynek eredményeként 2012. január 1-ét követően új szolgáltatók, intézmények létesítése, illetve a már működő intézmények férőhelyének bővítése esetén a normatív állami finanszírozásra való jogosultság többletfeltétele lesz a területi arányos eloszlást is figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás. Elme befogadási eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal dönt a fenntartó kérelméről, mérlegelve, hogy az adott szolgáltató, illetve intézmény férőhely létrehozása az ellátási területen felmerő igényekre tekintettel valóban indokolt-e. Mindezekkel tekintettel kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a kormány TPER 3500 számú törvényjavaslatát támogatni szíveskedjen. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm, képviselőasszony! Megadom a szót Szűcs Erika képviselőasszonynak, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, az előttünk lévő törvényjavaslat egy éven belül a második átalakítása a közfoglalkoztatás hazai rendszerének. Érthető az újabb alakítás, átalakítás, mert az Út a munkához program meggondolatlan felrúgásának rendkívül súlyosak a társadalmi következményei. 2011 első hónapjában 90 ezer fővel csökkent a foglalkoztatotti létszám, az ország hátrányos helyzetű térségeiben pedig az év első négy hónapjában jelentősen nőtt az álláskeresők száma. Szabolcsban 15,3%-kal, Borsodban 5,5%-kal, Nógrádban, Hajdúbiharban 7,5%-kal. Mindez akkor, amikor állítólag a 64 milliárd forintos keret, közmunkakeret kétharmadát ezekben a hátrányos helyzetű térségekben kívánják felhasználni. A növekvő munkanélküliség az érintett családokban halmozódó adósságokat, a megyékben pedig romló bűnügyi statisztikákat eredményezett olyannyira, hogy a statisztikai adatközlés is megszűnt. A 64 milliárd forintos előirányzatból április végéig felhasznált összeg 6 milliárd forint, de most felfüggesztették az önkormányzatok pályázási lehetőségét. Gondolom azért, hogy az új nagy ötlethez, az államosított közfoglalkoztatáshoz a pénzt előteremtsék. Szerintünk lehetett volna ez másként is. A probléma olyan súlyú, hogy megérdemelni az együttgondolkodást, az értelmetlen és alaptalan politikai támadások és a csak azért is másként csinálom gondolkodás helyett. És erre lett is volna mód. Hiszen a gondolkodásbeli nagy váltást azt nem önöknek kellett megcsinálni. Az már a 2008. év végig törvényekben megtörtént. Azok a rendező elvek, amelyeket önök a mostantól már határozóval illetnek, már 3 éve léteznek. Azaz, hogy a pénzbeli segély csak a munkaképtelen embert kapjon, hogy az államnak többet kell tennie a munkalehetőségek bővítésért, hogy aki elutasítja a felkínált munkát, ami törvényeinkben a megfelelő munkát, az elveszti az ellátását. Ébresztő. Ezek az elvek 3 éve, és most is meghatározzák az aktív korú, de saját jövedelemmel nem rendelkező emberek szociális ellátásának szabályait. Bizony, az önök által annyira lebecsült szocialista kormány irányította rá a figyelmet a közfoglalkoztatás fontosságára, és indult el ezen eszköz tömeges alkalmazásának az útján. Önök akkor nem szavazták meg ezt a fordulatot, és azóta is bírálták, most pedig ezeket az elveket hangsúlyozzák, alkalmazzák, igaz, általunk nem támogatható módon. Mert hogy ami azonosnak tűnik, nagyon nem az. Önök ezeket az elveket azért hangoztatják most, véleményünk szerint, és hát miniszter úr expozéjából ez kiderült, mert hogy 1 millió lusta, elcsökkevényesedett magyar állampolgárt meg kell rendszabályozni, és munkára kell szoktatni. Szerintünk viszont az elmúlt 20 évben az bizonyosodott be, hogy a versenygazdaság gyenge, és az államnak intenzívebben kell részt venni a munkalehetőségek megszervezésében és biztosításában az érintettek számára, hogy ne szoruljanak a szociális ellátás korántsem fényűző
és kívánatos világába. Mi úgy gondoljuk, a munka jár az embereknek, és nem a segély. És ebben kell jeleskedni az államnak, és akkor a pénzbeli támogatás maradhat rövid idejű krízisellátás vagy speciális élethelyzet finanszírozása. Mi ebből kiindulva alakítottuk és fejlesztettük a közfoglalkoztatás rendszerét, ami jelentősen különbözik az előttünk lévő törvényjavaslat által konstruáltól. Először a közfoglalkoztatási jogviszony kérdéséről szólnék néhány szót. Van értelme a dolognak. Magam is foglalkoztam ezzel, hiszen például a munkaerőpiaci torzító hatások kivédése, vagy a nyílt piaci munkavállalási motiváció fennmaradása érdekében lehet egy foglalkoztatási hierarchia, sőt kívánatos lehet ez, ami a munkavégzés folyamatosságában, időtartamában, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkáltatói kötelezettségekben és egyebekben különböző szinteket jelent az emberek számára. Elemi formája lehet az alkalmi és idénymunka, követheti ezt a közfoglalkoztatás, majd a munkatörvénykönyv szerinti foglalkoztatás és a különböző közszolgálati munkaviszonyok. Az önök közfoglalkoztatási jogviszonya azonban, ellentétben miniszter úr expozéjával, bizony komoly visszalépés az állam felelősség vállalásában, ellentétben azzal, amit miniszter úr mondott. 2009-ben és 2010-ben ugyanis a közfoglalkoztatási lehetőség a szociális ellátás részeként 90 napig, és ez a 90 nap éppen a Fidesz javaslata volt a törvény vitájában, tehát 90 napig, és normatívan, azaz kötelezően járt mindenkinek, aki jogosult volt a szociális segélyre, jogosult volt, azaz nagyon szegény volt, de dolgozni akart, és ezért együttműködött a családsegítő szolgálattal és a munkahelyi központtal. A szocialista kormány tehát úgy gondolta, az a helyes, ha komoly feladatot és felelősséget vállal azok esetében, akik nehéz helyzetben élnek, de bizonyították, hogy dolgozni szeretnének. Ezzel párhuzamosan erősítettük az egyén felelősségét is, mert ha nem élt a felkínált lehetőséggel, elveszítette az ellátását. A közmunkát ugyanis mi olyan társadalompolitikai eszköznek tekintjük, amellyel a hátrányos helyzetű országrészekben a versenyszféra gyengesége mellett, a fejlett országrészekben pedig a munkát kereső ember munkaerőpiaci állapota gyenge munkaerőpiaci állapota esetén is elérhető egy nagyon fontos, mindenki által vallott cél, hogy minden családban mindig legyen legalább egy 8 órás kereső. Ez életbevágó, az életvitel, a családi minták kialakítása és a családok jövedelem helyzete miatt is. Kérdezem tisztelettel, hol van az önök intézkedéseiben ez a felelősség és kötelezettségvállalás? Szánnak-e bármilyen lépést ennek a nagyon súlyos társadalmi problémának, a munkátlanság generációkon áttörténő öröklődésének a megoldására? Önök a kötelezettségvállalást éppen most rúgják le magukról, hiszen a hátrányos helyzetű munkakereső mára már csak előnyben részesítendő és részesíthető a közfoglalkoztatásban, de a felelősség a 30 nap munkavégzésért, ami a jövő évi ellátáshoz szükséges, teljes egészében őt terheli. Ha mégis bekerül valaki a közmunkaprogramba, és 8 órás állást kap, akkor viszont nem kap érte rendes munkabért, csak annak 40-60%-át, kivételes esetben a minimálbért. Erről nyilatkozta a belügyminisztérium, hogy az új rendszer olyan lesz, hogy biztosíthassák a megélhetést az érintettek a maguk és családjuk számára. 20-40 ezer forintból. Hát ezt komolyan gondolják? Ez a foglalkoztatási jogviszony nem foglalkoztatás politikai, hanem költségvetési és statisztikai szempontból lett megcsinálva, megkonstruálva. Az érintetteknek megélhetést biztosan nem biztosít. Pedig nem ördöngösség a forrásbiztosítás. Ki lehet számolni, hogyha a munkáltatók és munkavállalók munkaerőpiaci biztosítási befizetéseit teljes egészében foglalkoztatásra fordítanák, és nem vennének el más költségvetési célra belőle, akkor lenne forrás. Egyébként is, ha a gazdagok adókönnyítésére, mondjuk 360 ezer kereső adókönnyítésére nem volt sok 400 milliárd forint, akkor a legnehezebb helyzetűeknek miért is sok 100 milliárd?
Vagy ahogy miniszter úr mondta, 1 millió ember ellátása került 180 milliárdba. 360 ezernek 400 milliárd, 1 milliónak 180 milliárd sok. Én azt gondolom, hogy ez egyszerűen elfogadhatatlan megközelítése a kérdésnek. Itt vetném közbe, hogy a munkavállalók biztonságát más területen is érinti ez a törvény. A munkanélkülévé váltak támogatási idejének megváltoztatása jogilag 270-ről 180 napra, gyakorlatilag 90 napra, a jogosultság szerzés feltételeinek duplázásával ugyanebbe az intézkedés sorozatba tartozik, és ugyanúgy elfogadhatatlan számunkra. A munkanélküli ellátást rendszerének átalakítása lehet indokolt, sőt biztosan lehet rajta változtatni. De ebben a helyzetben, amiben ma van Magyarország, több oldalról a munkaerőpiacra szabadítani százezreket a juttatásuk megvonásával, vagy ígéretekkel, mondván, hogy nem baj, majd lesz közmunka. 100 000 románnak, 150 000 rokkannyugdíjasnak, 100 000 álláskeresési járadékosnak. Nos, szerintünk ez átverés és közmunka álmokfutás. Visszatérve a közfoglalkoztatási rendszer átalakítására, a második nagy különbség a felfogásunkban a foglalkoztatás szervezésének a módja. Miközben önök állandóan a program céljaként emlegetik a nyílt munkaerőpiacra történő visszakerülést, a program államosítása és annak várható hatásai bizony ellentmond ennek. A helyi társadalom és annak szereplői, az ő lehetőségeik és igényeik eljelentéktelenednek, viszont bombasztikus számokkal, a bizottságülésen 3 és 600 000 fő hangzott el, meghirdetik velük szemben a nekik szánt forrásokból az állami közmunkákat. Magyarországon 3200 önkormányzat van, és az önkormányzatok számtalan olyan feladatot látnak el, ami alapja a jövendő munkaerő színvonalának és a mindennapok biztonságának minden korosztály számára. Ezért mi azt tartottuk és tartjuk természetesnek, ha a közfoglalkoztatás többségében helyben történik. Az első szint a települési önkormányzat, a második a kistérségi önkormányzat, a harmadik a térségi állami infrastruktúra kezelők, a negyedik a különböző képzési és munkaerőpiaci programokban történő részvétel, az ötödik a helyi vállalkozások világa és a piramis csúcsa a nagy állami és gazdasági beruházásokon történő mobilitást igénylő foglalkoztatás. Nem kritizáljuk tehát azt, hogy ilyen forma van, az sem, hogy esetleg ennek súlya nő, csak az arányok megválasztása, az önök által felvázolt világ az egyszerűen a talpáról a fejére állítja a rendszer. A mi általunk elképzelt rendszerben ugyanis alulról felfelé egyre csökken a résztvevők száma, miközben ez az az út, ahogyan a munkaerőpiaci szempontból legrosszabb állapotú ember is el tud jutni az önálló munkavállalásig. Ha valaki a kormányból figyelni az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2000 óta tartó programjait és tanulságait, vagy a HÉTFA elemzőcsoport legfrissebb tanulmánykötetét a helyi közösségi gazdasági kezdeményezésekről, akkor látná, hogy a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásában nem a táborszerű életkörülmények és a rendőri és katonai felügyelet az eredményes, hanem minden említett szintnek egy-egy önálló alrendszernek kell lennie, amelyben a megfelelő személyre szabott támogatás, képzés és a szociális partnerek együttműködése segíti a munkavilágába történő visszakerülést. Nem csak közmunka szervezők, felügyelők, hanem mentorok, civilek, egyházak dolgoznak a személyiség és a motiváció újraépítésén. Aki nem veszi ezt tudomásul, nem veszi tudomásul, hogy ez hosszú és a munkalehetőségen túli támogatást is igénylő feladat, az nem foglalkoztatást akar, hanem felkorbácsolt emberi indulatok primitív kielégítését. Pedig a közmunka a vidék fontos emelője lehetne. Nem csak társadalmilag, ha elérnénk, hogy mindig minden családban legyen legalább egy 8 órás kereső, hanem gazdaságilag is. A munkabér magas támogatási hányadával a helyi gazdaság számára tudunk EU-konform támogatást adni,
és ezen keresztül elindulhat egy folyamat a tartós munkahelyek létrejötte helyben. A közmunka ugyanis értelmes megközelítésben nem a móresre tanítás eszköze, hanem segít megtalálni, mik azok a termékek és szolgáltatások, amit egy helyi közösségnek célszerű és észszerű vásárlás helyett helyben előállítani. Összekapcsolható általa az ökológiai és a szociális feladatok megoldása. Ezért az Út a munkához programban a közmunka